Üdvözlök mindenkit, én Szóik, azt mi láthatjátok a Vampír nevezetű játéknak a végjátszása. Folytatjuk akkor szépen tovább a kalandjainkat. Előző részben ott voltam Edgarnál, vagy nem Edgarnál, mindegy, Masonnél voltam. Mert ugye le akartam adni a mellékküldetésemet. Legalábbis be akartam volna fejezni. Most megnézzük. Ó, baszki. Hogy vajon sikerül-e? Leadnom ezt a küldetést, mert az előző részben az volt, hogy nem tudtam vele beszélni. Na nézzük. Good evening, Mr. Swanborough. Is it you, Dr. Reed? Please come in. What kind of gentleman pays visits to people at this late hour? Hello. What can I do for you, Doctor? Jó. Goodbye, Mr. Swanborough. I'll leave you now. Most nem tudom, hogy beakadt-e ez a mellékküldetés. Előfordulhat. De hogyha ez a mellékküldetés beakadt, akkor valószínűsíthető, hogyha ez most nem oké, akkor még lehet, hogy ez azt jelenti, hogy ezt azért nem tudom megcsinálni, ezt a bujócskát, mert lehet, hogy ez is problémás, ez sem működik. És akkor marad ez a küldetés, meg ez a küldetés, ami még úgy van, hogy még esetleg működhet. Jó. Akkor jelenleg van 2 darab mellékküldetésem, ami nem úgy működik, ahogy szerintem kellene, hogy működjön. Úgyhogy ez így úgy nevez, ezt úgy nevezzük, hogy szívás kategória. Nem baj. Most nem tudom, hogy magában a játékban van a hiba, vagy lehet, hogy a fordítás, amit ráraktam, az miatt, bár mondjuk érdekes, hogy tehát, hogy a fordításnak kihatása lehet arra, hogy egy bizonyos párbeszédablak nem jelenik meg. Nem tudom, lehetséges, nem vagyok benne annyira biztos, hogy ez így van, ahogy én ezt most így elmondtam. És bízok benne, hogy nem a fordítás miatt van. Dr. Swansea-val tudok beszélgetni, úgyhogy vissza is megyünk oda. 2 okból is. Az egyik az, amiben beszélünk Swansea-val, ez az egyik. A másik ok, hogy van nálam víz, úgyhogy meg tudom öntözni a növényemet. Kíváncsi vagyok, hogyha megöntözöm a... hagyjál békén a hülyeséggel. Tehát kíváncsi vagyok, hogyha megöntözöm a növényemet, annak lesz-e valami következménye. Vagy bármi. Cső! Foglalkozzatok egymással, jó? Nekem van elég dolgom. Meg amúgy is kíváncsi vagyok, hogy Swansea milyen lett így vámpírként. Így ekonként. Na, megjöttünk. Done. Jó. Meg lett öntözve. Na, hol lehet Swansea? Bele lehet az irodájába? Bízzunk benne, hogy igen. Nem úgy tűnik, mint aki itt van. Dr. Swansea! Jó kérdés, hogy akkor hol van. Nem muszáj lesz akkor így végigfutnom itt a környékem. Nézzük, hogy ide fönt. Esetleg. Ha én oda fölmegyek a tetőre, akkor esetleg fönt van? Thank you.
Nincs. Meg McCallum sincs itt. Nincs itt elrejtve semmi cucc? Semmi írásos dokumentum, vagy bármi. Ez csak egy boss terem? Ez csak egy fő ellenfél harc. It's locked. Egy zárt ládika. Jó. Akkor vissza. Hol lehet Swansea? Vajon hol lehet, hol lehet? Ha az irodájában nincs. Elwood. Itt nincs semmi. Ott Thelma, Pipa. A két Doki. Rakás. Dokik, Hervi. Milton, Mortimer. Vajon hol lehet? Mortimer, Gwinnett, Tippett, Milton. Új párbeszéd érhető el, én ezt mind értem. De most pontosan arra mutatja, hol kellene lennie? Tehát... nem így gondoltam. Pedig tudtommal nincsen pincéje ennek a létesítménynek. Csak tető van. De nem tudom, hogy hol van Swansea. És a játék se akarja itt nekem bedobálni. Tehát mindenki itt van, csak ő nincs. Pedig így akkor nehéz lesz vele beszélgetni. Jó, hát hogyha nem, akkor nem. Akkor annyit teszünk, hogy elmegyünk a széfünkért, kinyitjuk apánknak a széfjét, megnézzük, hogy mi az, amit adni akar nékünk. Még annyi, hogy ide benézek, mert hátha. Nem. Nem hiszem. Esetleg itt hátul. Meg a zenét se értem, hogy mi baja van. Beakadt a zene. Egy picintét. Jó. Nem, akkor nem. Akkor nem tudom, hogy hol van Swansea. Pedig azt mondja, hogy párbeszéd érhető el vele, csak lehet, hogy a főtörténet szálon belül kellene egy kicsit előrébb haladnom, és akkor lehet, hogy az a problémája a rendszernek, hogy majd akkor fogja bedobni. Cső? It's locked. Nem akarok én ezekkel most foglalkozni. Át kell mennem a hídon. Át kéne mennem a hídon.
De itt van egy menedékhely. It's locked, all right. Ez is zárva van. Jó, nem foglalkozok veletek, nyugodtan csinálgassátok a dolgotokat. Nyugodtan veszek egyetek. Nyugodtan foglalkozzatok egymással, nevelem, hanem ott azzal a szkállal foglalkozzatok. Jó, és akkor nekem... át kell menni ezen a hídon. De jó. Cső. De lehet rólam szállni. De nagyon magasról. Oké. Nézzük csak, hol tudok én itt bemenni. Itt van patkányka, de ez nem érdekel. Itt fel tudok menni. Jó. És akkor itt át tudok menni ezen a hídon. És oda kell nekem valahogy eljutni. Pedig azt gondoltam, hogy ide már nem fogok visszajönni többet. De ezek szerint mégis. Visszavezetett ide a játék. A tutoriál részre. Na nézzük. Jó, akkor én most szépen ide visszajöttem. Itt vagyok. Utazás a múltba. Nyisd ki apád széfjét. Azt mondja, hogy ott van. Tehát, hogy ebbe az épületbe kéne benéznem? Na, ezeket is felskálázta a rendszer. Anyád. Na jó. Az egész játék felskálázódott. Felskálázta az ellenfeleket. Na szóval. Azt mondja, hogy ebbe az épületbe kell nekem bejönni? Fillérek. Markolatdarab, meg minden egyéb, nyalánkság, finomság. I cannot enter. Igen, ezt nem tudom erről az oldalról kinyitni. Ez apámnak a széfje? Egy óra. Egy gyönyörű és finoman kidolgozott aranyóra, amely Jonathan apjáé volt. És ennek miért? Ennek így mi értelme van? Jó, oké, tudom, tapasztalati pontot ad, de akkor is. Egy új rejtekhely, de menő. Jó. Meg tudok pihenni, szintet lépni nem tudok amúgy se.
William Marshall emlékiratai. Néhány ősi és elszakadt pergamen old, amit William Marshall fejedzéseiből elloptak. Elemezd, hogy megtekintsd a tervrajzokat. Ellenszer. A fokhagyma helyett inzulinnal készített szérum az angyalok könnye recept alapján, hogy fokozza a védelmet a katasztrófa ragály ellen. Arthur király vére, William Marshall vére, egy adag inzulin. Faja! Nagyon jó. Azt nem tudom, hogy majd miért kell ez nekem, de valószínűleg, hogy majd igen, hogy majd ez akkor kell. A ragály ellen, vagy a vad ellen, vagy mi a francnak hívták ezt. Nem tudom, melyik a gyorsabb, hogyha sprintelek, vagy hogyha ezt csinálom. Ezt a csúszkálást. De hogyha ezt tudom, hogy egy aranyóráért jövök vissza, akkor biztosan jöttem volna. Jó, nem az, biztos van valami jelentősége, meg ilyesmi, meg most adott ugye XP-t a játék, nem arról van szó, de... Ennyi futkosást egy aranyóráért, nem tudom. Tehát... Nem, tehát hogyha azt mondtam volna, hogy mondjuk ott van igen ez az aranyóra, de mondjuk mellette még lett volna valami. Vagy mondjuk itt az aranyóra mellett egy levél, vagy akármi, valami történetkiegészítés. De így, ez így eléggé gyenge volt. A készítők szemszögéből. Rudney Grave. Hát ezt a követést szerintem nem tudom megcsinálni, mert szerintem ez is be van akadva. Ezt se tudom megcsinálni, mert ez is be van akadva, ezt meg ugye meg majd passzívba, hogyha sikerül. Na akkor nincs más hátra, mint a főkület és Lady Ashbury-vel beszélgetni. Az élet nagy kérdéseiről. Valaki itt töli a izéket. Hogy tudok a leghatékonyabban oda jutni? Hát, hogyha oda megyek, mondjuk. Nézzük csak. Igen. Itt át tudok vajon menni? Mik ezek a hangok? Nem, mint hogyha valaki gyilkolná itt a állatvilágot, itt a patkányokat, vagy nem tudom. De tényleg mi ez? Mi ez a kattogás? Aha, itt is át tudok menni. Cső, nem érdekes. Cső. Ti se érdekeltek. Le vagytok tojva. Ne tudjátok meg, mekkora magasságokból vagytok letolva. De orbitálisan nagy magasságokból vagytok. Így, és akkor Lady Ashbury, te nyugodtan verd azt az ajtót. Engem az nem zavar. Jó, igen, megyek már. Itt még nem jártam itt belül. Amúgy. Csak most jutott el a gondolatmenet a fejembe, hogy ott még nem is jártunk az egész játék folyamán. Ott nem is takarítottam még ki. Stabil legalább a kerületek állapot. Tényleg a kerületek állapot az hogy áll? Ez stabil. 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 Jó. Egészséges. Zsír. Végre valami pozitívum. Akkor ezek szerint tök föl... Tehát akkor ezek szerint az egész játék alatt teljes mértékben felesleges volt az, hogy gyógyítgatom az embereket. Kivéve a kórházban, meg a dokkoknál. Tehát Whitechapelnél tök mindegy, hogy mit csináltam volna. Ezek szerint. Jó, de legalább az illúziója, tehát ebből is látszik, hogy ezért jó first time-os izé végjátszást csinálni, mert legalább, mert lehetett látni, hogy az illúzió az megvolt. Azt hittem, hogy tudok ellene tenni, de ezek szerint nem. Tehát teljes mértékben tök mindegy volt, hogy mit csinálok, mit cselekszek. Na mindegy.
What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Csak szimplán hülye volt, na. Tehát igazából, tehát nem mondom azt, hogy bűnöző volt, meg nem mondom azt, hogy jó, nyilván, nem foglalkozott az etikával sem. Viszont igazából nem akart ő rosszat, csak ugye a járvány szerette volna megfékezni vámpírvérrel. És kísérletezett azzal, hogy vajon a vámpírvér képes arra, hogy a spanyol náthát legyőzze. De ahelyett, hogy legyőzte volna a vámpírvér, az a csodálatos dolog történt, vagy nem csodálatos dolog igazából, hogy például mutálódtak ezek a szkállok. Ja. Tehát igazából fogalmazzunk úgy, hogy hülye volt. Hogy tudatlan volt, hogy nem tudta. Na. Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected. And how she became an Ichor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth. Are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood cause this? Stay away from me. Please. I swear I never was your enemy. Wait. No. Elizabeth. Elizabethnek a vérébe van valami. Gyűjtsd össze hozzávalókat az ellenszerre. Szerezd egy cseppet William Marshall véréből, Redgrave nagyúrtól. Szerezd egy cseppet Arthur király véréből, Geoffrey McCallumtól. Keresd inzulint a Pembroke kórház régebbi patológiájában. Ez az. Megint körbe kell futkározni a félvilágot? Ez az. Jó. Elmegyünk először ide. Megszerezzük William Marshall vérét. Nem érdekel, hogy Redgrave mit merre hány méter, hogyan kivel, mikor és miért. Ő csak egy büdös szkál. Mármint, bocsánat, de nem. Ő nem az, akinek mondja magát. Tehát, hogy ő eljátsza, hogy ő ilyen úri vámpír vagyok, meg így úgy amúgy. Nem vagy az. Úgyhogy igazából tehet nekem egy szívességet. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Menj már odébb.
Zsír, jó. Akkor átjutottunk, itt vagyunk a West End-en. Kérdés. Pisztolyom oké. Okay. Miltonos shotgun oké. Okay. Hibátlan a döfés. Nagyon jó. Akkor ezek a fegyverek így nagyon jók. Zsír. Autofágia. Használatban. Igen, igen. Nem tudom mi a negyedik, a harmadik. Rakd be valamit erre a helyre. Ja, hogy ilyen vámpírképességeket nem csináltam. És nincs kivégző izém se. Na jó. Hát jó, végülis úgy építettem most Jonathant, hogy... Ja, hogy ezekre így nem jutott vér, meg idő, meg ilyesmi. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. You are not welcome. Hátsó bejárat. Redgrave, add ide a Marshallnak a vérét. Nem tudom, hogy ki a franc, melyik az a vámpírköcsög, aki meg izé szórakozik azzal az emberrel, de amúgy az is tehetné szívességet. Jó, legalább a hátsó ajtó nyitva van. Na, akkor először is összeszedjük Marshallt. De akkor ezek szerint... If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Kiköcsinálom mindenkit? Vagy mire gondolsz, John? Gotcha! Bazd meg. Ja? Jó. Jó, oké. Okay. Nekem így is jó. Bazd meg. Az anyádat. És tényleg ilyen... Tényleg ilyen köcsögök ellen kell harcolnom. Úgy tűnik. Hát azt benézted, barátom. Az a védelem az meddig van rajtad? Eddig? Nem, mert mindig rajta van. Kár, hogy nincsen harci zene itt. Na gyere! Az igen. Az már teleportáció volt. Cső. Örültem a szerencsének. Redgrave nagy úr. Most fönt van, vagy lent van? Lent van. Na. Redgrave nagy úr, egy kis vérre van szükségem. Szevasz. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far. But the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker?
Are you mad? This blood is the purest of all. My Maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Az utolsó remény. This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Egy megvan. Diplomáció útján megszereztük. William Marshall vére. Néhány csepp William Marshall véréből egy kis lezárt üvegben. Zsír. Ki tudok menni a főbejárati ajtón? Köszönöm! Na. Jó, hát igazából három válasz lehetőség volt. Az egyikkel ugye elhordtam volna minden szardak, a másiknak, másiknak igazából belekötöttem volna, és hát nyilvánvaló, hogy azt választom, hogy hogy ez most sokkal fontosabb úgy mindenkinél, úgyhogy fejezze be a baromságait. Na, akkor most elmegyünk, és megkeressük Arthur király véréből, szerez egy cseppet Arthur király véréből, Geoffrey McCallum-tól. Jó. Tehát itt végig kell szaladnom. Föl Whitechapelön át az egész hóbelebancon, vagy... Nincs vagy, nem. Itt így Whitechapelön keresztül. Átzúzunk. Na most nem, a kórházat akarom, tehát az inzulint akarom utoljára hagyni. Aj. Jó. Ezektől megszabadultam. Akkor haladhatok szépen tovább. És akkor kíváncsi vagyok amúgy a végkifejletre, hogy hogyan lesz, miként lesz. Erre. Hogy vajon tényleg meg tudom állítani itt az influenzát. Ezzel az ellenszerrel, meg hogy minden királyságosság lesz-e. Meg kíváncsi vagyok, hogy tényleg, hogy ki fog-e derülni, hogy most ki az alkotónk. Én még mindig Marshallra gondolok, hogy az a szarvasos vámpir az Marshall. Csak ugye kérdéses, hogy most tényleg feláldozta magát, vagy csak elhitette az emberekkel, hogy ő feláldozta magát, hogy meghalt, hogy elpusztult. De elvileg nem pusztult el, mert egy csomó írás arról számol be, hogy még életben volt 1800-as évek elején, 1700-as évek végén. Tehát, hogy elvileg ő esetleg a nagy izében halhatott volna meg. A nagy vadászatban. Ez így van. Te vagy az? McCallum? Aha, szevasz! Remélem, veled is le tudom beszélni ezeket a dolgokat. Jó. Szevasz! Good evening, vampire hunter. Are you here to mock me, Reed? Not at all, McCallum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued.
Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCollum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? Meg tudom állítani a járványt. I have found the carrier, McCollum. The infection source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Köszönöm. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Zsír megvan. Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? Csináltam egy pengét. Egy Wesley Snipes-ot. Miért jött ide amúgy? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. B. Szülei gyilkosa? Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire. And tore out my mother's throat. Ki volt az ember? And who was this man? Carl Eldritch. One time leader of Priwin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. How are you adapting to immortality? I feel so powerful it gives me shivers. I could be the greatest vampire hunter ever. Your worst nightmare in truth. Elhagyta az őrséget. Leave the guard now that you are what you are. Are we not creatures of deceit? I could hide my nature from my men. Or name a successor. Go my own way. I know not yet my path. Sodászni fogsz rám? Will you hunt me down? Not for now. But you had better behave, Doctor. Or I may change my mind. Helyes. Farewell, my progeny. Do not stretch your luck, Reed. Mondom, csináltam én egy pengét. Nagyon durva. Jó, éreztem én, hogy jó lesz az, hogy hogyha átváltoztatom. Szerintem nagyon-nagyon jól döntöttem, nagyon tetszik nekem így McCollum. Egy igazi vámpírvadászt csináltam belőle, saját. Tehát igazából igen, felerősítettem. Durván. Ja, mondom, végülis egy pengét csináltam. Egy erős ekont, aki levadásza azokat a vámpírokat, akik tényleg rosszat csinálnak, rosszat tesznek. Most igazából őt, jó, igazából most csináltam egy Terminátort, ha úgy nézzük. Cső. Aki igazából most mindenkit le fog vadászni az összes vámpír közül. Kivéve engem, ameddig azt mondja, ameddig jó fiú leszek. De gondolom egyszer majd én is sorra kerülök. De az nem ebben a játékban fog előjönni. Cső. Nem érdekeltek. Egy. Hú, na kell egy kis stamina. Jó, és akkor... Hát ide hátra megyünk. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Megint be kell jönnöm a hullaházba.
egy régi patológia. Hát úgy néz ki, hogy igen. Ja. Keres Inzulint a hullaházban. Hát akkor megint bejövünk ide. Hol van? Swansea-val szeretnék amúgy még találkozni. Jó lenne, hogyha játék visszadobná. És tudjak vele beszélgetni. Hát ez nem az. Azt mondja... Ó, oh, baszdmeg. Háj, baszki! Most komolyan? Komolyan, nektek itt kell lenni? Nincs csak dolgotok. A főbejáraton itt ki tudok menni. Szavasz. Talán itt van inzulin ennél a hullánál? Nem, ennél csak egy óra volt. Akkor föl lesz az emeleten. Aj, de haver, rohadtul útba vagy ám. Aj. Nem tudod képzelni, mekkora útba vagy. Bombába lefutottam. Cső. Na szóval. Nézzünk körbe, mert hát ha. Találok még valami feljegyzést. Valami írást. Bármit. Mert ugye még van egy mellékküldetésem, amit még nem csináltunk meg. Elvileg fönt van az emeleten. Jaj, nem már, nem már, nem már, nem már. Én nem akarok veletek harcolni, tök fölöslegesen vagytok itt, srácok. Főleg úgy, hogy semmi esélyetek amúgy. Tehát... de muszáj lesz. Cső. Közel volt. Menjél már a francba, hát tedd le azt a szart. Számtalan formádat. Na,
Hoppa. Hoppa. Ups. Ups. Nem tudtam, hogy ennyire erős vagyok. Összedöntök én itt mindent. There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Na nézzük. Arthur király vére. Arthur királynak vére néhány cseppje egy kis zárt palackban. Egy kis adag szintetizált inzulin orvosi használatra. Fantasztifikális. Jól van. Hát akkor én amondó vagyok, hogy húzzunk innen. Tehát fölöslegesen nem akarok harcolni itt mindenkivel, mert szerintem minek. Tehát fölös. Szépen átmegyek szomszéd épületbe, be a kórházba, bízunk benne, hogy a játék visszadobja Swansea-t, és tudok vele beszélgetni. Mert annak úgy örülnék. Minusz 785 XP-be vagyok, úgyhogy szintet lépni nem tudok. Hát eléggé drága volt izé Swansea-t átalakítani. Vampira. Nem volt egy olcsó mulatság. De ez annyira idegesít, hogy nincs itt. Nem tudom, hogy hol van. Swansea doktor. Mindenki itt van, csak ő nincs. Pedig azért annyira durva nem voltam, na. Tehát, hogy egyre el kellene bújni előlem. Zárva. Zárva, zárva. Hát akkor... Ez itt egy ilyen dolog. Jó. Hát akkor itt vagyok. És még az én szobámban sincs Swansea. Pedig azt mutatja a rendszer, hogy új párbeszéd érhető el vele. Ez mind szép és jó. Na nézzük. És azt néztem, hogy itt fönn miért nincsen. De hát mindegy. Time to go and find Harriet in the sewers. Zsír. Érd el a kaptárt. Jó a zene. Még gyorsan körbenézek. Hát, hogyha itt marad valami. Valami fontos alkotóanyag, de úgy látom, hogy nem. Jó, az fel van töltve, ez is fel van töltve. Akkor de igazából jól vagyok. Minden fel van töltve. Szintet lépni nem tudok. Úgyhogy irány a kaptár. Ami... ott van. De jó lesz. Vagy ott. Vagy a West End-en megyek be, vagy ott. Menjünk a West End-en keresztül, mert azon az útszakaszon úgyse voltam még úgy igazándiból. Ja. De ahhoz, hogy oda eljussak, ahhoz itt át kell mennem, ott végig kell futnom az egész mindenségen, és akkor úgy, ja. Akkor én itt lemegyek. Úgy érzem, hogy kezd a végjáték felé közeledni a történet. Hát ez még korai volt ez az átkelés, én szerintem. Sőt, igen, ez még nagyon korai volt ez az átkelés itt. Úgyhogy vissza. Szevasztok. De örülök neki, hogy a játék végre megállította a betegségeket. Most már senki se beteg, mindenki meggyógyult minden bajából.
Mondjuk lehet, hogy ez az, annak is köszönhető, hogy Dawson-t jobb belátásra bírtam. Lehet, hogy az ő... Szolálos komoly. Aj, de jó. Valaki veri az ajtókat, csak nem tudom, hogy ki az. Ups! Oké, ez elpusztult. És nem dobott semmit. Pofátlan formáját. Jó. Ja, hogy szar helyre jöttem. Értem. Jó, oké. Nem kellett volna eddig eljönni. Na ne szívassam már, hogy itt nem tudok átugrani. És baszki nem. Nem, nem tudok átugrani itt. Mert nincs itt a hajó. Nem volt itt valaha is hajó. Ki tudja mi? Na mindegy, akkor erre vissza. Valakik itt verték a... rácsot. Ki az, aki itt veri a rácsot? Hát maradjatok már nyugodtan. Nem. Ja nem, nem a rácsot verik. Fönt verik az ajtó... Wow. Fönt verik az ajtókat. Ott né. Doktor szerzetes veri az ajtót. Hát mindenképpen erre kell mennem. Jaj, neked ilyen izé, ilyen röngen szemed van, hogy kiszúrsz engem. Jó. Ne lehet rólam szállni, de nagyon gyorsan. Köszönöm. Jó. Akkor irány a kaptár. Elvileg itt oldal többet tudok menni, igen. És akkor itt hátul lemegyünk. Ha ezt tudom, akkor a izét hagyom utoljára. Ezt. Mert akkor itt nincs le tudok ugye menni mögötte. Na, hát nincs tele a vérem. Az biztos, de... It's locked. Kár, hogy ez zárva van. Kíváncsi lettem volna, hogy ott mi van. De akkor irány le a csatorna. De lehet, hogy ezt már csak a következő részben fogjuk megcsinálni. Mert most lett egy mentés. Tengeri malac, érd el a kaptárt. Jó. Srácok, lányok, én amondó vagyok, hogy most ez a rész azért most így legyen ennyi elég, jó? Mert most... eléggé sok mindent megcsináltunk, eléggé a vége felé haladunk. Nem tudom, lehet, hogy egy-két óra alatt be tudom fejezni. Majd kiderül. Na, legyetek jók, ígyetek sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymással. Én Szolyó voltam, és akkor a következő részben találkozunk. Sziasztok!